Győzelmekkel zárta az esztendőt verseny szempontból Mészáros László, ami az ő világcsúcsokban és világbajnoki címekben, sikerekben gazdag pályafutása során sok éve már megszokott tény. Ám a súlyokkal vívott küzdelme mellett láthattuk azt is, hogy versenyszervezőként is megállja a helyét, és 2022-ben ezen a területen is nagy dobásra készül, ami még tovább népszerűsítheti majd az egyébként is sokak által űzött fekvenyomást. Ez a lengyelországi verseny, ami a GPC, ez egy nagyon érdekes verseny, én még sosem adtam ilyen érmet, látod, ez a Portugáliába, a pro kategóriás, és ez az érem, ez meg a feleségem tervezte, Miskolci világbajnokságról. Szerintem a legszebb. Az elmúlt időszak sikereinek emlékét, a legutóbbi versenyeken begyűjtött elismerését mutatja immár Miskolcon Mészáros László, a DVTK fekvenyomó klasszisa. A miskolci világbajnokság után a jól megérdemelt pihenőt követően két nagy nemzetközi viadal zárta az esztendőt, amikről versenygyőzelmekről az abszolút kategória sikerével térhetett haza. Az első versenyünk a miskolci világbajnokság után Lengyelország volt, a GPC világbajnokság, ahol igazából egy ilyen 90%-ot teljesítettem, egy 272,5 kilogramot nyomtam, nem is volt értelme többet, mert így is a verseny rendőri nyomása volt, és utána kaptunk meghívást Portugáliába a VPC világbajnokságra, ahol a pro kategóriát megrendezték most először, és ott 10 versenyzőt hívtak meg, a 10 fekvenyomót. Volt még velünk egy magyar lány, ő is a kategóriába első lett, én ott 280 kilogrammal a verseny megint a rendőri nyomásával sikerült megnyernem, plusz az abszolút bajnoki címet is. Miskolcon azért próbáltak így abszolútba megszorítani a fiúk, mert nagyon alacsony súlyjal kezdtem 250 kg-mal. Nem tudtam, hogy milyen erőben vagyok, mert azért a hetedik nap ott voltunk már a versenyen, tehát fáradt is voltam. De láttál azért, hogy a nézők is a maga közeg kiadott belőlem egy jó nyomást. Én azt gondolom, hogy ezzel az évei felkészüléssel, tehát megint nem tudtunk egy 100%-ot oda tenni is, tényleg maxot hozni, mert nem tudtuk, hogy mi lesz a verseny, el tudunk utazni, tehát mindig ott van az emberben egy olyan, hogy teljes energiát nem tudunk beletenni, mert ha mégis elmegy feleslegesen, akkor nem akarjuk. Úgy gondolom, hogy remélem, hogy jövőre változik a helyzet, és több versenyen tudunk részt venni, nagyobb versenyeken. Most lenne jövő héten a Moszkvában a VRPF világbajnokság, de azt le is mondtam, hisz közben nekem is bejött egy influenza, és így szerencsére az, hogy hamarabb döntöttem, hogy nem veszek részt a versenyen, így azt gondolom, hogy jó döntés volt, meg szerintem fáradtabb is voltam már 4 verseny után. Én azt gondolom, hogy jövő évi célok, próbálunk egy új versenysorozatot létrehozni Magyarországon, plusz megint kijutni az olimpiára Las Vegasba, ott is átadték a dátumot decemberre már, október helyett, tehát azt szerintem már azért jövő év végére letisztul a helyzet, és be tudom húzni a 3. olimpiai címet is. Itt kanyarodhatunk rá a következő esztendő egyik különleges eseményére. Mind nézői, mind versenyzői és szakmai körökben is komoly elismerést kivívott miskolci világbajnokság kiemelkedően jól sikerült a DVTK versenyzőinek, amit világcsúcsok és abszolút kategória győzelem is mutat, és jelesre vizsgázott a viadal megszervezése lebonyolítása is. Ezért is, no meg azért, mert Mészáros Lászlónál jobban senki sem ismeri a sportágat, a benne mozgó sportolókat, egy különleges viadalt hív életre 2022-től. Ennek a versenynek az az a neve, hogy a termek csatája. Tehát eddig megszoktuk, hogy ha bármilyen versenyt rendeztünk, Miskolcon, Pécsen, Budapesten vagy bárhol, a versenyzők utaznak. Most nem a versenyzők fognak utazni, hanem mi megyünk a versenyzőkhöz. Tehát itt maga a terem fog nevezni, a versenyzőnek nincs nevezési díja, nincs egyéb költsége, hanem itt a terem fogja felezni azt, hogy mi oda menjünk a terembe, rendezzünk egy házi verseny nekik, és utána az év végén a legjobb 5 terem, de pontszámítás alapján lesz egy országos döntőjük Budapesten. Tehát is így akkor meg tudjuk azt, hogy Magyarországon tényleg melyik a legfittebb és legerősebb terem, és így megint eleve az utánpótlás nevelés, megint az, hogy nem kell a versenyzőknek utazni, és rengeteg olyan ember van átok termekben, akik tényleg erősebbek, csak nem merik magukat megméretetni egy versenyen, de saját közegébe, saját termébe ott el fog indulni, és fogja tudni azt, hogy tényleg az az eredmény, amit ő tud, nem is olyan rossz. Mert itt azért nagyon sok ember el van tévedve, akik itt versenyeznek, hogy milyen erősek, de én sok olyan srácot láttam a teremben,
hogy azért képesek őket megszorítani, akik versenyeznek. Rendkívül népszerűek a konditermek, és vélhetően sok szabadidős sportoló kap majd a lehetőségen, hogy az említett különleges lebonyolítású sorozaton elinduljon. A tervek szerint hány állomás lesz? Hogyan néz majd ki a termek csatája lebonyolítása? Ideális esetben azt gondoltam először, hogy ilyen 20-25, de felvilágosítottak, hogy már 40 fölött van a terveknek a jelenkezője. Tehát itt szerintem bajba leszünk, hogyha nagyon sok terem lesz, mert annyi versenyt megrendezni, annyi hétvégén, lehet, hogy akkor egy hétvégén 3-4 versenyt is le kell bonyolítanunk. Ez egy nagy feladat lesz, úgy gondolom, de bevállaltunk, és ha ez jól sikerül, akkor a következő években még lehet fokozni ezt, és be lehet hozni itt a környező országokat is. Tehát vannak tervek, és tovább lehet ezt vinni. Remélem, hogy tényleg jól fog elsülni, és itt maga az, hogy azok az emberek, akikhez mi elmegyünk és meglátogatjuk, ezt pozitívan fogják venni, és itt egy személyes találkozó is lesz, egy élménybeszámolóval, egy szemináriummal, tehát nem csak maga a verseny, hanem egy jó hangulatot szeretnénk ezekbe a tervekbe és a srácoknak, hogy mindenki jól érezze magát. Maga a fő támogató az megvan, a versenykírás megvan, most jelenleg a plakát tervezésnél, és az, hogy tudjuk elindítani, hogy fog eljutni a tervekig, azon dolgozunk. December az mindenkinek egy pihenő, és januárban ez lesz a fő csapás, hogy meglegyen a versenykiírás, meglegyen a plakátterv, meg a pólótervtől kezdve minden, és azt gondolom, hogy februártól indul az országos média, hogy lehet jelentkezni, és akkor április-májustól szeretnénk, mert is októberben lesz az országos döntő. Ezeken elindulna az ötletgazda is, vagy inkább a különleges, meghívásos nagy versenyekre koncentrál már csak a jövőben? Nekem már a kevesebb verseny, tehát nem az, hogy egy felkészülés ott 4-5 verseny, hanem inkább max 2-t szeretnék, és két komolyabb eredményt, mert azért csak akkor is ellen játszik, és még azért mindenféleképpen szeretném azt a 50 fölötti rekordot megjavítani, amit én tartok a 285 kilogrammal. Tehát idén közel ott voltam, hogy meg tudtam volna javítani, ez egy all-time rekord, tehát 50 év fölött senki nem nyomott még akkor a súlyt. Most azért a 281-e 280-nal megint az első háromban vagyok magam után, de ez mindenféleképpen szeretném ezt jövőre ezt átlépni. Mészáros László terveit hallgatva, elhivatottságát ismerve kijelenthető, verseny eredményeihez hasonló komoly elismerést hozhat a termek csatája versenysorozat is majd a miskolci erős ember számára, hiszen, mint azt hallhatták, érdeklődőkben nincs hiány.